Egész Olaszországban elrendelték a legmagasabb fokozatú óvintézkedéseket a koronavírus terjedése miatt. Bezártak a múzeumok, mozik, színházak, templomok, edzőtermek és uszodák. Az éttermek csak este 6-ig tartanak nyitva. Felfüggesztettek minden csoportos vagy tömegrendezvényt, így a sporteseményeket is. A római minisztériumokban bevezették a távmunkát. Giuseppe Conte miniszterelnök mindenkit arra kér, hogy maradjon otthon. Saját lakóhelyét csak az hagyhatja el, akinek a munkája miatt vagy egészségügyi okokból ez feltétlenül szükséges. A 65 év felettieknek viszont ezt sem ajánlják. Üres utcák és terek, különös hajnalra ébredt Olaszország. Firenze szinte elnéptelenedett, csak néhány áruszállító szelte át a város központját. Rómában is kevés vásárló volt az egyébként mindig zsúfolt piacon. Hétfőn éjszaka az olasz miniszterelnök bejelentette, az egész országra kiterjesztik a szigorú korlátozásokat, hogy megfékezzék a koronavírus járványt. A kór Európában eddig Olaszországban követelte a legtöbb áldozatot. Io resto a casa. Én otthon maradok, így kezdte bejelentését Giuseppe Conte. Az óvintézkedés mintegy 60 millió embert érint. Non ci sarà più una zona rossa. Nincs többé vörös zóna, nincs egyes vagy kettes fertőzöttségi terület. Egy Olaszország van, amely egyetlen veszélyzónába tartozik, fogalmazott a miniszterelnök. A rendelkezés értelmében az utcákra ki lehet menni, de kerülni kell a csoportos találkozókat. Bezárnak a múzeumok, mozik, színházak, templomok, edzőtermek, uszodák. A presszók, éttermek este 6-ig tarthatnak nyitva. Felfüggesztettek minden tömegrendezvényt, beleértve az olasz labdarúgó bajnokságot is. Ami nem az, hogy tilos, de nem indokolt és nem engedélyezett, az az, hogy most a városok között utazzunk, a tartományainkat elhagyjuk, Rómából esetleg Firenzébe utazzunk egy sétára. Csak az hagyhatja el a saját önkormányzatát, akinek ez indokolt utazás, tehát például munkavégzésből vagy súlyos egészségügyi okból. Röviddel a bejelentés után még az éjszaka hatalmas tömeg rohanta meg Rómában a bevásárló központokat. Pedig a hatóságok nyomatékosan felhívták a figyelmet, hogy erre nincs szükség. Az áruszállításban, a boltok feltöltésében nem lesz fennakadás. Az új szabályok szerint azok a boltok maradhatnak nyitva, amelyek garantálni tudják, hogy a vevők egymástól legalább egy méteres távolságot tarthatnak. A nagy bevásárló központok a hétvégén nem nyithatnak ki. A minisztériumokban bevezették a távmunkát, a parlament pedig szünetelteti a munkáját. Több olasz politikus ugyanis megfertőződött a vírussal. A 65 év felettieknek egyáltalán nem tanácsolják, hogy kimenjenek az utcákra. Az április 3-áig tartó óvintézkedések ideje alatt az iskolákban és az egyetemeken nincs tanítás. A hatóságok ugyanakkor felhívták a diákok figyelmét, hogy az iskolai kényszerszünet nem vakáció, kerülni kell a csoportos találkozókat. Mától lezárják az összes olaszországi sípályát, mivel sokan kihasználva fertőzés miatt elrendelt munka és oktatási szünetet elmentek síelni. Lombardia tartományt és 14 megye székhelyt már vasárnap vesztegzár alá vontak. Az akkor intézkedés azonban a római kormány szerint nem bizonyult elegendőnek. Ezrek indultak el Észak-Olaszországból a déli tartományokba, pedig a cél éppen az lett volna, hogy az érintett területek lakói maradjanak otthon. Közben Milánóban és más nagyvárosokban a hétvégén tele voltak az éttermek és a szórakozóhelyek, vagyis sokan egyáltalán nem törődtek az óvintézkedésekkel.